Október a merrák hónapja. A néhány évvel ezelőtt életre hívott Rózsaszín Október mozgalomnak célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos az önvizsgálat és a betegség mielőbbi felismerése. A testi oldal mellett a lelki is kiemelten fontos, mint például, hogy mikor kérnek szakembertől segítséget azok, akiknél diagnosztizálták a kort. Általában pszichiáterként azt kell mondanom, hogy olyan betegek jelentkeznek nálam, akik már a depresszió fázisába jutottak. Sajnos azt kell mondanom, ez egy késői fázis, mert valószínűleg náluk már a kezelés folyamatban van. Tehát kiderült, hogy ők rákosak, és ennek a feldolgozása súlyos nehézségeket okoz. A szakértő elmondta, hogy amikor valakinél rákot diagnosztizálnak, a feldolgozásnak van egy folyamata. Az első gondolat általában az ijegység, illetve a letargia, amikor fontos a család támogatása, és hogy az adott személy el tudja mondani, milyen érzések, félelmek vannak benne. Tehát az első az az elkeseredésnek a fázisa. A második a tiltakozásnak a fázisa. Az se jó, mert hát az se jó, hogyha nem vállalja a kezelést, erről meg kell győzni. És utána jöhet egy letargia, utána jöhet egy szorongás, ott mindenképpen legyen ott a család, legyen ott a közösség, legyen ott a baráti kör, hogy ezt meg kell oldani, meg lehet oldani, de kell a bizalom. Dr. Feller Gábor hozzátette, az immunrendszer megfelelő támogatása nagyon fontos, hiszen az erős szervezet könnyebben győzi le a különböző betegségeket. Ezen kívül, aki úgy érzi, hogy szüksége van rá, az bátran keressen fel olyan közösségeket, ahol túlélők vannak, hiszen rengeteg támogatást és erőt kaphat tőlük.